Jó estét kívánok, kedves nézők! Az Alba Liga Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályából újabb mérkőzés kerül a Fehérvár Televízió képernyőjére. Zsidai Ádám operatőr kollégám nevében is köszöntöm a kispályás futball szerelmeseit, Somos Zoltánt hallják, a két csapat pedig feketében, a Döcös együttese is sárgában, a Fehérvár Sped a táblázaton jelenleg első, illetve második, bocsánat, ez a Döcös, illetve hatodik helyen álló csapat, a Fehérvár Sped találkozik. Lehet mondani talán, hogy ez a forduló rangadója, hiszen két a mezőny első felében található együttesről van szó. A feketemezes Döcös a múlt héten elveszítette veretlenségét egy szintén közvetített mérkőzésen, akkor a nagy rangadón a bádogos Gréco Petro győzte le 2-1-re, és ezzel most pillanatnyilag helyzeti hátrányban a nagy riválissal szemben. A feketemezesek nyilván nem engedhetnek maguknak egy újabb botlást, hogyha szeretnék majd üldözni a bádogost. A Fehérvár Sped pedig, amely tavaly a másodosztályt megnyerve jutott fel az elsőbe, elég jól szerepel itt is, hiszen a két mérkőzés nyertek, kettőt vesztettek, és volt egy döntetlenjük, tehát elég kiegyensúlyozottan teljesítenek. Mindkét csapatot láthattuk már korábban itt a Fehérvár Televízióban, úgyhogy nézzük akkor, hogy hogyan alakul ez a mérkőzés. Az a Szelecki Béla 9-essel, aki ment a labdáért, és aki bedobja, aki a legjobb góllövője a pályán látható csapatoknak. Harmadik helyen áll az Alba Liga góllövő listáján. Eddig 7 gólt szerzett, de most már a másik csapat támad. És ez a lövés vágódik le. A feketemezes Döcös jöhet tehát. Ahogy már megszokhattuk az elmúlt fordulókban, aki itt kíséri figyelemmel az Alba Liga történéseit, 2x25 perc a játékidő, és amint szintén láthatták már, természetesen bár Palánk övezi a pályát, nem palánkra, hanem vonalakra játszanak. Rehák labdáját próbálja Bobori Balázs elérni, Bobori 4 góllal házigól király pillanatnyilag a Döcösnél, és hát klasszikus centert játszik, sokszor a kapunak háttal állva várja, veszi le a labdát, fordul vele kapura, vagy játsza meg az érkező társakat. Most is ez az alapvető taktika. 8-assal Orosz Attila fogja Bobori Balást. Nincs könnyű dolga, kisebb nála. Bobori próbálta csőrrel, és Szabó Lajos, a Fehérvár Sped kapusa vette fel a labdát. Jó reflexekkel rendelkezik, nem egy magát látványosan dobáló kapus, de megbízhatóan véd általában is. Jön az előreívelés, az imént még védekező Orosz próbál zavart okozni Spandler Mátyás kapuja előtt. Ugye Reveland Zoltán, a korábbi futsal válogatott kapus is, a Döcös játékosa, de erre a mérkőzésre most nem tudott eljönni, úgyhogy Spandler védi a feketemezesek kapuját, Bobori pedig kaput talál ezzel a lövéssel, de nem igazán veszélyes. Szelecki, ő is hasonló pozícióban játszik, mint a másik oldalon Bobori, vagyis elől várja, és nagyon jól tartja meg a labdát, abszolút érzi a kaput, a másodosztályban gólkirály volt, kiváló mutatókkal, és mondom, ebben a szezonban is már 7 gólnál tart. Na most Bobori megtáncoltatja a combján, teszi a érkező embernek, ez volt Vas Tibor, aki jobban rápörkölte, jöhet a sarokrúgás. Végül is ezek szerint oldalt ment ki, úgyhogy dobhatta is a Döcös. Már túl vagyunk az akció, mire kimondom, Horváth pördítése, ez pedig már Szelecki labdája. Kellner védekezik vele szemben, Orosz érkezik fölzárkózva az akcióhoz. Szelecki, megy a nagy elmozgás, ami szükséges kispályán. Azt is látjuk, hogy azért itt műfűvön olykor megragad a labda. Szép játék egyből Horváttól. Horváth Attila, kettő is van a sárga mezeseknél, az egyik passzolt el a labdát, és most is az ő lábára pattan vissza. Most a másik Horváth Attilánál, a 15-ös számunál a labda. A változatosság kedvéért egy Horváth Zsolt. Szelecki, ez így helyzet lehet, Horváth, éles a szög,
kicsit volt talán hosszabb Szelecki labdája kelleténél. Negyedik perc, 0-0. A mérkőzés kezdési időpontja 19 óra volt, ami csak azért érdekes, mert elég nagy létszámú csapat amúgy, például a Döcös, de sokan nem tudtak ide érni, így aztán most kevesebben vannak, két cserejátékos van mindössze. Bobori gyönyörűen pörgette föl a labdát és fordulásból lőtte, de nem hozta Szabót zavarba vele. Megy a letámadás, higgadtan játsza ki a kapus, és jól hozzák át a sárga mezesek. Kellner tudta, hogy vissza kell érnie. Bobori, szép megoldás Rehákhoz, rövid saroknál Szabó letérdel. A Fehérvár SPED mérlegét már mondtam, a Döcös 6 mérkőzés, tehát egyel többet játszott, 4-szer győzött, egy döntetlen is a múlt héten a rangadón, egy vereség ugye a Bádogostól, így van 13 pontja. Érdekesség, hogy nem rúg sok gólt a Döcös, hiszen ezen a 6 mérkőzésen csak 13 gól, pedig tényleg vannak azért komoly múlttal rendelkező játékosok a keretben, viszont hát jól védekezik, mert csak 8-at kaptak. A Fehérvár SPEDnek 19 lőtt gólja van, ez nagyobb szám. Bobori! Spiccel, ez volt eddig a legveszélyesebb. Szelecki harcol a labdáért. Spandler. Rehák. Nagyon jól használja most ki Bobori a testi erejét, gyakorlatilag kitolta a fenekét, és ezzel Horváth Attilát sikerült is maga mögött tartania. Klasszikus vízilabda center, vagy kézilabda beálló, amikor a kapunak háttal a falban áll, várja a labdát, és ott használja ki a testi erejét egy játékos. 6. perc, Kellernek guríthatja le lövésre Bobori. Egykor együtt játszottak a Videotonban is, aztán mégis inkább maga lövi. Szabó belekapott, és fekete mezes játékosról, Vasról ment ki a labda. Jön majd a csere is hamarosan. Egyébként a Fehérvár SPEDnek sincs, ami azt illeti túlzottan, sok cseréje. Még az is lehet, hogy ők csak egyszer tudnak variálni. Szelecki szerez labdát. 8-assal Doma Zsolt állt be időközben a Döcösbe. Rehák. Elveszti, és nem is volt kint. De nem volt pontos Horváth labdája. Rehák, aki elől maradt. Mondom, Szabó Lajos nem vetődik, viszont jól állja útját a labdáknak. Egyetlen meccs volt, amelyen egynél nagyobb különbséggel nyert a Döcös, miközben Bobori rúgja rá Horváth Attilára a labdát, amikor a Bojron homeopátiát verte 4-1-re. Az összes többi meccse nagyon szorosan alakult. Bobori az első általunk is közvetített mérkőzésen a Pelszottul ellen például 1-0-ra nyertek épp egy ilyen bedobás utáni szituációból. Horváth csúsztatta saját kapujára a labdát, de tudta, hogy számít rá a kapus Kellner. Egyelőre nem okoz gondot a védés. Szeleckinek egy nagyon jó labda, és itt most bravúr kellett. Ez volt a Fehérvár SPED legnagyobb helyzete. Spandler hárított, Szelecki megmutatta, hogy mitől olyan sok gólos, könnyen került helyzetbe. Horváth Attila cselezgetett és veszítette el a labdát, Orosz pedig hiába lök, Rehák, a túloldalon van érkező ember, Horváth Zsolt kinézheti magának a sarkot. Nem, bocsánat, Doma volt az, aki végül is a kapusba lőtt, most mindkét oldalon akadt már azért bőven lehetőség. Bobori eltartotta kicsit magától az embert, ezt is nagyon rutinosan csinálja, aztán áthúzza a labdát, és kiharcol egy szabadrúgást. Hát igen, Bobori Balást feldönteni nehéz, mint láthatjuk, fölrúgni azért sikerül adott esetben.
és hát van benne annyi rutin és csibészség, hogy egy kis apró trükkökkel távol tartsa magától a védőt. Most pedig már Kellnerrel méregethetik a távolságot. Nincs könnyű dolga ilyenkor a kapusnak, hiszen mint látható, sokan helyezkednek előtte, de nem jutott el most odáig a labda. Szeleckiről vágod itt le. Bobori a tőle megszokott csőrözés, és messzire pattan. Nem biztos, hogy kapura szánta Rehák, hiszen Bobori is jégkorongos módról beletehette volna nem is a botját, a lábát. Végül is Fehérvár per játékosról ment ki. 10. perc már. A kapusnak kellett hárítani a középen helyezkedő Doma elől. Rehák nem tudta igazán jól átvenni. Nem ért hozzá a födémhez a labda, úgy tűnik. Akkor ugye bedobás jönne. Horváth Attila. És a másik Horváth Attila jön itt a jobb oldalon. Nem ő kapja, hanem Szelecki. Horváth. Jön a biztatás, vagy az utasítás a társaktól, hogy mozgás legyen, hiszen nagyon statikusan próbálkozott a Fehérvás, de végül is egy sarokrúgás összejött ezután a féltámadás után. Tőke Róbert. Igen, van érkező ember. Milyen higgadt volt a csel. Orosz kis hián helyzetbe került vele. Egyelőre nem illetődött meg a Fehérvársped az esélyesebb ellenféllel szemben. És nagyon komoly nyugalmat sugároz és tartást ad hátul rendíthetetlen Szabó, aki egyelőre minden labdánál ott van, ahova érkezik a lövés. Horváth Attila, nem sikerül Kellner mellett a csel, Doma teszi oldalra, Bobori most hátulról érkezik kivételesen. Kellner, ez sehogy nem lett volna jó Reháknak. A Masterplasttal 1-1 a Pelszó túllal szemben egy 1-0-ás győzelem, aztán a Pasa Kebabot 4-3-ra, a Boiron homeopátiát, ahogy mondtam, 4-1-re, a Sárépszert 3-1-re, ez a 2-1-re, és verte a Döccös, és aztán jött a Bádogostól elszenvedett vereség. Rehák, jó csel, lövőhelyzet, nem a kapuson múlt, bár lehet, hogy hozzáért, mert sarokrúgást mutatnak. A Fehérvár Sped is győzelemmel kezdett a szezonban, 4-2 a Sárépszer ellen, aztán a Bádogostól szintén egy gólos, de 5-4-es vereség, egy döntetlen a Fortranszal. Kellner, óriási löket volt. Aztán egy sima 3-0-ás vereség a Ring BNP-től, legutóbb viszont nagyon megverte a liga utolsó helyén álló Alba Csavart 8-3-ra a sárgamezes együttes. Spandler ér hozzá még a labdához, hogy ne legyen szöglet. Be kell osztaniuk a erejüket a játékosok, ami tényleg kevés a csere lehetőség, és 2x25 percben azért el lehet fáradni. Bejött a sárgák első és egyetlen cseréje 14-essel, Fekete István, aki az egész mezőny doajenje, talán mondhatjuk, de változatlanul nagyon technikás, kiváló játékos, a kopaszodó öreg úr, nem akarok tiszteletlen lenni, együtt focizunk mi is egyébként szabadidőnkben, úgyhogy már csak ezért sem tudok vele tiszteletlen lenni, és hát nagyon jól bírja a gyűrődést, azt kell, hogy mondjam. Rehák fejeli vissza a labdát, aztán Kellner is egyből megoldást választ, Rehák, Doma, és itt van a második cseréje Sipos Szilárd személyében a Döcösnek, Bobori ment le fújni egyet, Sipos tehát hátul sárga cipőben, Horváth fordul remekül, az ilyen előny, aj, micsoda balszerencse, öngóllal vezet a Döcös a 13. percben. Ez a tempó előny, amit egy ilyen jól sikerült lefordulás és csel jelent kispályán, ez a kulcsa igazából mindennek, hiszen itt már 2-1 elleni játék alakult ki. Az más kérdés, hogy a vége egy balszerencsés öngól. Tőke Róbertről pattant be.
így aztán a Döcös bár megdolgozott a gólért, de nem önerőből vezet. A félidő felénél sikerült megszerezni a vezetést. Az esélyesebb csapattak is majdnem itt az egyenlítés. Nagy védés volt Spandlertől, mert Tőke most a másik kapuba is betalálhatott volna. Nem értek hozzá, jöhet a Döcös a túloldalról. A bajnoki címvédő együttesről van szó, ezt ne feledjük, és természetesen ennek a szezonnak is a fekete mezesek a favorítjai, az egyik favorítjai, de hát a Bádogossal azért lesz gondjuk bőven. És pillanatnyilag ugye hátrányban is vannak hozzá képest Kellner. Egyiket a Döcösnek is ugye sárga alapvetően a szerelése, majdnem bejön megint Domának a lefordulás. De mivel ezen a mérkőzésen a Fehérvár pedig sárgában játszik, ezért feketére cserélte állandó szerelését a Döcös. Sportszerűek voltak, hiszen a Fehérvár Sped a kiírt pályaválasztónak ki kellett volna alkalmazkodni. Megtette ezt az ellenfél. Horvát. Vas jött vissza időközben. Rehák. És talán az első szabadrugás, amit a Fehérvár Sped kap a mérkőzésem. Nagy Károly és Kocka László vezeti a mérkőzést. 17. perc, 1-0-ra vezet a Döcös egy öngóllal. Egyébként elég kiegyenlített a meccs, bár kétségkívül több védenivalója volt a Fehérvár Sped kapusának. Demás Pandlernek is be kellett mutatni a bravúrt. Még meg tudta csúsztatni a labdát Horváth. Aki Bobori mellett a másik legeredményesebb játékosa ebben a szezonban a Döcösnek, 3 gólt szerzett. Bobori ugye 4 gólos, és szintén 3 gólos az a Béres Zoltán, aki most nincs itt. Ő egy mérkőzésen egy Mester 3-assal jegyezte ezt a 3-at. Röviden visszatett labda, Tőke. Megpróbálta Feketét megtalálni. Horváth Zsolt hozza. És kapja vissza. Nem mozdult el Szelecki, bár Rehák levitte volna az embert egy kicsit szélre. A Phoenix csarnokban zajlanak ugye az első osztály küzdelmei. Ezen a napon minden csapat, amelyik a fordulóban érintett, hiszen mindig van egy pihenő együttes, pályára lép. Itt csütörtökön tehát első osztályú nap van. Horváth Attila szerez labdát, Fekete, ahhoz már nem elég gyors azért, hogy így maga elé engedje, ezt kicsit elmérte. És itt a bal oldalon most indulhatnak a Döcös játékosai. Rehák. Vastó kapja vissza. Aztán egészen hátra. Sipos és Horváth adogat. Rehák jött át ezúttal a bal oldalra. Nem jött össze a kényszerítő Vassal. Tőke indulhat. Fontos volt, hogy beleérjenek, mert Fekete várta volna a kapu előtt a labdát. Látszik, hogy megvan az elképzelése a Fehérvár Spednek, hogy kevés érintéssel, hogy vigyen végig ilyen ellentámadásokat. Szabó rúgja ki. Gólokban nem volt gazdag a múlt heti Döcös Bádogos rangadó, de azért feszültség volt bőven. A játékvezetőkkel is elég sokat foglalkoztak a felek. Hát e tekintetben ez most egy nagyon nyugis mérkőzés szerencsére. Nem is jó az, amikor mindig az indulatok kerülnek előtérbe. Sipos indul előre.
és tolja meg túl hosszan a labdát, pontosabban nem volt már ott Vas, ahova szánta neki. De hát nem is hibáztak egyáltalán a játékvezető. Fekete próbál tartani pozíciót és labdát. Azért ezúttal a korelőnyt kihasználta Rehák. Horváth próbált kötényt adni, orosznak nem sikerült. Most azonban be tudja csapni. Jó, ez is! És Vas hagyja ki a helyzetet a 20. percben. Na, időközben újabb cserejátékos érkezett a Fehérvár Spethez, Horváth Tamás. Horváthból sosem elég, most már mi a negyedik, aki ezzel a névvel pályára lép. És kiharcolt Rögvest egy szabadrúgást. Szelecki is inkább visszament védekezni az utóbbi percekben. Eleinte igen aktív volt elől. Talán majd most egy lepattanó vagy lepasszolt labdánál, mert hogy ott oldalt helyezkedik a legjobb góllövő. De a szabadrugást Horváth fogja elvégezni. Bele a sorfalba. Bobori Balázs a pályára érkezett. Nem úgy, ahogy szerette volna. Gyakorlatilag egy zsugor átfordulással esett át a palánkon. Szelecki, ez a Horváth teszi vissza mellel. Na most Szelecki le tud-e fordulni? Nem, Rehák rutinosan megakadályozta ezt. Horváth Zsolt, nagy lövés volt, és egy jó védés Szabótól. Szerencsére nem sérült meg Bobori Balázs az iménti beszállásánál. Gyakorlatilag egy Fosbury-vel vette a palánkot. Horváth Zsolt. Bobori középre. Még lehet belőle lövő helyzet. Sipos teszi oldalra. Rehák. Horváth. Különösebb felvezetés nélkül ágyúzott. Sipos. Kicsi tud lenni azért a térfél, amikor minden mezőnyjátékos ott van. Ezért is viszi vissza a labdát a döcös, hogy előről lehessen kezdeni, hiszen nagyon figyelnek a sárgamezesek, hogy ne legyen üres terület, nincs is. Csak a megszerzett labdával őnekik is gyorsabban kellene indulni ahhoz, hogy legyen esély helyet találni a kapu előtt. Vagy így fellőni Szeleckinek, aki nagyon technikásan tartja meg. Sőt, a csel is jó, ez is szép eddig. Horváth Tamás azonban kicsit túlszaladt a labdán. Sipos. Vas. Sipos megint. Ez pedig Szeleckiről vágódik le. Hát igen, itt vissza kell érni, nincs mese a centernek is adott esetben védekezni. 23. perc már, a félidő hajrája tehát. 1-0-ra a döcös vezet egy öngóllal. Rehák elől vágták ki a labdát. Bobori át a túloldalra, nagyon higgadtan kinyúl Szabó a kapujából. Bár érkezett volna Horváth Zsolt. Horváth Tamás rossz labda kezelése után a labda a döcösé. Rehák. Rehák kapja vissza, Bobori. Őt elnyomni nem lehet. Horváth Zsolt, Rehák. Bobori, szép csel a másik lábára a labda, és Rehák érkezik. Ez nagyon okos játék volt. 2-0 a 24. percben. Bobori Balást illeti mindenképpen dicséret, egyrészt mert nagyon jó cselt csinált, amivel abszolút a támadás újpontját is áthelyezte, és a másik oldalon érkező Rehákra már nem jutott ember, és ráadásul Bobori passza is jó volt, hát persze lehet vitatkozni, hogy lövésnek szánta, de én azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy ez valóban gólpassznak indult. Szabadrúgás lesz még itt az első félidő végén. Fehérvár Sped javára. Ebből a gólból is látszott egyébként, ahogy az elsőnél is, hogy egyetlen jó sikerült csel gyakorlatilag mindent eldönthet itt kis pályán. Spandler jött a lövés elé, hiszen ez a két csapat azért elég jó ahhoz, hogy nagy területeket ne hagyjon,
nincs olyan nagy különbség, és megint egy helyzet, akárcsak az első gól után most is válaszolhatott volna szinte azonnal a Fehérvár Sped, de ami ott bemegy, az itt nem. Ilyen szempontból tehát tényleg lehetne akár döntetlen is, bár valóban egy kicsit azért veszélyesebb a döcös, most például Szabónak kell megint hárítani az utolsó percben, az első fél időben. De az ígyszerei megvannak a Fehérvár Spednek is ahhoz, hogy gólt szerezzen. Bobori! Ó, micsoda! Hihetetlen, mi maradt ki. Horváth Zsolt gyakorlatilag átbrékelt a labdán a gólvonalon, pedig ez már tényleg túljutott mindenkin. Szelecki, Horváth Tamás vissza tudja lőni. Megvan a szépítés még az első félidőben. A csereként beállt Horváth Tamás megérkezett a meccsbe, és gólt szerez. És ezzel vége is az első félidőnek, 2-1-re vezette, tehát 25 perc játék után a döcös. Izgalmasnak ígérkezik a folytatás, hiszen 2-1 az állás, és játékban sincs olyan nagy különbség a csapatok között, hogy ne lehetne akár fordulat is a mérkőzésben, de az is igaz, hogy a helyzeteit jobban használta ki a döcös, mert a Fehérvár Sped csak a félidő legvégén tudott egy zicsert értékesíteni. Nem mondom még egyszer, a 2-1, az kispályán gyakorlatilag elhanyagolható különbség. Még akkor is, hogyha az idei albaliga egyik tanulsága, éppen a döcös eredmény sorát olvastam föl, hogy rengeteg a szoros meccs. Gyakorlatilag egyedül talán az Alba csavar csapata lók ki egy kicsit lefelé a mezőnyből, őket azért alapvetően mindenki elveri. A többi együttes között egyrészt megvannak a körbeverések, másrészt pedig döntetlen sem kevés, ami szinte nem gyakori eredmény amúgy kispályán, és nem feltétlenül a sok gólos meccsek a jellemzők, és nagyon sok szoros találkozó. Bobori érkezik hátulról, húzta meg ezúttal kicsit hosszan ezt a cselt, Rehák nagyon rutinosan használja ki azt a tapasztalatot, amelyet azért egy hosszú, nagypályás pályafutás is felhalmozott. Doma tenné vissza, csak enyhe lökés orosz részéről. Szelecki. Horváth a gólszerző volt ott, ahol amúgy Szelecki szokott inkább a védő ölében. Tőke majdnem lerúgta a fejét Horváth Zsoltnak ezzel a labdával. Doma. Kellner. Horváth Attila, Horváth Tamás megy, de jön Spandler is a kapujából. Bobori, nem volt elégedett a társakkal, amiért a kapott gólnál egy ember szabadon maradt. Rehák, okosan nem erőből akarta lőni igazából, de magas volt a csavart labda. Horváth Attila. Okából kiemelve, Bobori számított rá. És teszi hátra Spandlernek. Horváth Zsolt. Szép játék végén 3-1. Doma érkezett a túlsó saroknál, és a 28. percben ismét 2-vel vezet a döcös. Ez is klasszikus. Az előkészítő széthúzta a mezőnyt, és aztán villámgyorsan fordította át a másik oldalra. Tulajdonképpen lövésnek is megfelelő beadás volt. Így módon egy kicsit most megint fellélegezhet a döcös, de ettől még lehet igaz, amit a szoros meccsről mondtam. Eddig mindegyik döcös gól után volt szinte azonnal lehetősége a Fehérvár Spednek is. Most azért jobban zárnak. Kellner. Szabó szedi föl a labdát. Tőke, aki bátran vállalkozik lövésre. Egyelőre egy bal szerencsés momentum teszi igazán emlékezetessé számára ezt a meccset, az öngól. Gól.
Horváth Zsolt pontosan játszotta meg Domát, aki megint a túloldalon várja a labdát, de most figyelt rá Horváth Attila, hogy ne jusson el hozzá. Ezek a mozgások abszolút tudatosak kispályán, főleg egy olyan csapatnál, amelynek tagjai évek óta együtt játszanak. Már becsukott szemmel is tudják, hogy milyen akciónál merre kell indulni, ha a társ hozza a labdát. Egyébként is hát vannak ilyen sablonok persze a kispályás futballban, de tényleg sokat kell azért játszani, művelni ezt a műfajt, hogy valaki ezt ösztönszerűen tudja. Ezek a csapatok itt az első osztályban általában azért megfelelnek ennek a követelménynek. Ismét két Horváth Attila a pályán, ők passzoltak most éppen egymáshoz. Orosz, Horváth, Szelecki. Második félidő, 5. perc, 3-1 a döcösnek. Doma, a legutóbbi gól szerzője, ő passzolta ki. Ez csattant, úgyhogy nem nagyon lehet vitatni, hogy Kellner szabálytalan volt. Ettől még persze, hogy nem vitatják, nem volt kevésbé fájdalmas Horváth Tamás számára. Nincsenek durva szabálytalanságok, ez is inkább egy rossz ütemű odalépés volt. Kérte az 5 méteres távolságot a sorfalnál Szelecki, így aztán meg kell várni a sípszót a szabadrúgásnál, de alig, ha nem meg fogja próbálni ellőni. Nem csak megpróbálta, el is lőtte, de nem csak a sorfal mellett, hanem a kapu fölött is. Rehák. Bobori. Kötényben állt a túloldalra Kellnernek, megint jött volna Doma a hosszú oldalon, ahogy a legutóbbi gólnál. Nem akarta erőből azonnal ellőni Bobori. Horváth Tamás szép cselek után egy rabona a közönségnek. Látványos, ám de haszontalan megoldás volt, tehát a látványra is adni kell időnként. Rehák pedig egészen a kapusig dobja hátra a labdát. Bobori teszi le mellé, szép megoldás, Rehák labdalevétele is az. Horváth jön vele fegyelmezetten, de Rehák majdnem el tudta mellette vinni, és aztán ő volt szabálytalan, nem a bedobást ítélte meg a játékvezető, ami elpattan Szeleckiről. Horváth Tamás, óriási rössel játszik itt a második félidőben. Horváth Zsolt át a túloldalra, Domának ez nem volt pontos. Orosz. Horváth Attila. Szelecki. Ismét ő. Orosz szerette volna kapni. Azokon a meccseken, amelyeken szerzett gólt a Fehérvár Sped, Szelecki Béla mindig betalált. Tehát mondhatni, hogy nélküle nincs Fehérvár Sped gól, de ezen a meccsen egyelőre még most megtörni látszik ez a sorozat. Ugye volt egy 3-0-ás vereségük, ott értelemszerűen ő se talált be. Majdnem eljutott Domához a labda Reháktól. Szelecki. Horváth Attila. Orosz indul. Látta is őt Horváth. De látták a védők is. Ennyi Horváth közt. Az lenne a csoda, ha nem egy ilyenen akadna el egy támadás. Most Horváth Zsolt tisztázott. Aztán Horváth Attila próbál labdát szerezni, és Horváth Tamásnak is majdnem sikerült. Bobori. Pontatlan labda. Viszont majdnem levette Orosz az ellenfélek, illetve le is vette, de megúszta a gólt a Fehérvár Sped. Doma szerezhette volna meg második találatát. Reháknak volt egy gólja eddig a mai gólszerzők közül, ő tehát most már két gólos a bajnokságban, most is nála a labda. Horváth Zsolt,
Szabó számította jól ki, hogy hova érkezik majd a labda. Orosz és Horváth Attila játszik össze. Orosz nem tudja visszatenni Horvátnak. A másik Horváth Attila azonban begyűjti. Szelecki elegánsnak elegáns lett volna. De hogy telik az idő, lehet, hogy egyre nehezebben fog visszaérni ezekből a támadásokból a Fehérvár Sped, amelynek azért mennie kell előre, hiszen két gólos hátrányban van a 35. percben. Rehák jönne le cserére, de már megelőzte őt Doma, úgyhogy Rehák egyelőre marad. Horváth Zsolt, Bobori, Béres és Rehák mellett, akiket már mondtam, Kovács Attila és Kasszás szerzett még gólt a döcös színeiben ebben a szezonban, de ők ma nincsenek itt. Vas tette vissza, Horváth cselez a bal lábára, nem tudta becsapni vele Szeleckit. Bobori, jól érkező ember Bobori Balázs, bár most lehet, hogy megelőzték, mert hogy szögletet mutat a játékvezető. Bobori. Horváth Attila Oroszra rúgta rá. Egyébként Orosz is gólerősen játszik a szezonban. Három találata van már, nem négy. Bobori elrontja a szögletet. Horváth Tamás pedig, aki a szépítő gólt szerezte az első félidő végén. Rehákhoz hasonlóan két gólos ezzel most a szezonban. Horváth Attila, Horváth Tamás. Technikás, de Kellner meg rutinos, úgyhogy nem ette meg a cselt. Orosz, Horváth Attila, Szeleckinek hosszú a labda. Kirúgás lesz. Negyed óra van még hátra a mérkőzésből, amelyen 3-1-re vezet a feketemezes döcös, és nagyon üresen veheti át Vas a labdát. Ez óriási lehetőség, így bizony benne is van a negyedik. Egy ilyen szintű csapat, ha ekkora területet hagynak a játékosainak, kihasználja. Horváth Zsolt a gólszerző a 37. percben, és ezzel már 4-1. Hát, hogyha nem kapja össze magát a Fehérvár Sped, amely teljesen egyenrangú ellenfél volt az első félidőben és védekezésben nem ér vissza, akkor lehet ebből még nagyobb kiütés is. Bár ahogy említettem, a döcösre nem volt jellemző eddig a szezonban, hogy nagyon nagy gólkülönbségű győzelmeket arat, mint ahogy a Fehérvár Sped sem kapott ki komolyabb különbséggel. Horváth Zsolt a negyedik gólját szerezte ebben az idényben. Tőke szépen tartotta meg a labdát Szeleckinek. Nem sokon múlt, hogy Horváth Attila elérje az átadást. Kicsit följebb jönnek, mutatja is Tőke a cserekén beállt Feketének, hogy maradjon elől. Hát igen, sok választása már nincs ugye a Fehérvár Spednek, hiszen hátrányban nem húzódhat vissza saját kapuja elé. Az más kérdés, hogy ezekkel a megnyíló területekkel jól tud élni a döcös, mint láttuk. Rehák. Persze őket meg már az égvilágon semmi nem sürgeti. Bobori ezt még simán leveszi. Nagyon távol helyezkedik tőle a védő. Vasnak próbálta lyukra tenni. Horváth Attila. Úgy tűnik tehát egyelőre, hogy nem botlik egy újabbat a döcös, amivel nyilván a bádogosnak tenni a legnagyobb szívességet. De hát az egymást figyelő vetélytársak nyilván azt is nézik, hogy a másik mit játszik. Most például ugye a döcösnek kellene reménykedni, hogy esetleg a bádogos veszít még pontokat. Rehák. Horváth Zsolt elől, Horváth Attila rúgja szögletre a labdát. Bobori sarokrugása, Tőke elengedi, Fekete szedi össze a labdát, leszereli őt Horváth Zsolt, és
talppal húzza vissza Reháknak. Kint volt ezek szerint Kellner. Erővel is bírja Horváth Zsolt. Nagyokat sprintel a két kapu között, nem csak az ellenfél kapuja felé. Tőke állt a túloldalra. Az elképzelés maga nem volt rossz, hiszen Horváth Attiláról Bobori kicsit elcsigázottan kocogva lemarad, de pontatlan volt az átívelt labda. Vasoldalra Kellner. A kapu előtt is higgadtan adogatnak, bár azért Spandlernek már sok választása nem maradt utána. Az utolsó 10 perc közeledik a mérkőzésen, 4-1-es döcös vezetés. Szorosabb második félidőt jósoltam, illetve ennek az esélye is megvolt még ugye 2-1-es első félidő után. De egyelőre itt a Fehérvár Spednek őszintén szólva a második játék részben nem sok momentuma akadt, legalábbis támadásban. Most is saját csapattársa labdáját kell Spandlernek összeszednie, tehát nem az ellenfél veszélyeztetett. Kellner, és már fut tovább, mert tudja, hogy oda fog érkezni a labda. Horvátnak szerencséje van, nem bocsánat, Doma volt az, aki másodszor is próbálkozhatott. Most van Horváth Zsolt, akit kézzel tesz arrébb Horváth Attila. Tíz perc van hátra, Kellner lövő helyzet, el is lövi. Szabó Lajos volt néhány nagy védése a meccs elején. Horváth Zsolt csak ijesztget. Doma. Ő meg nem fér a labdához Horváth Attila mögött. A másik Horváth Attila. Kellner olvasta le a tőkének szánt átadást. Rehák Horváth. Rehák, Kellner, Vas, mint a biliárdban, úgy pattogott a labda Szabó Lajos lábáról Doma lábára. Vas bedobása. Ebből akár el is lehetne indulni, igen, orosz. De Rehák tudta, hogy merre fog érkezni a passz, más választása nem is nagyon volt Orosz Attilának egyébként. Horváth Attila. Horváth Zsolt. Szép lövés. Előbb kézzel, aztán lábbal Szabó Lajos. Rehák. Vas Tibor. Most már egyértelmű fölényben a döcös, nem csak a gólok miatt. Abszolút úgy alakul a mérkőzés, hogy ők szeretnék. A Fehérvár Spednek ugye cseréje se sok volt, jobban elfáradtottak. 3-1 ellen, vissza Horváthnak, Horváth Attiláról vágódik le. Aztán megint Horváth Attila kétszer is önfeláldozóan mentett. Lehet, hogy az első fél időben még jobban koncentrált volna egy ilyen helyzetnél a döccös csapata. Így is megvan az újabb lövő helyzet. Hát, hogyha vezetnénk olyan statisztikát, mint a jégkorongban, vagy akár fociban, nagy pályán, hogy a kapura lövéseket is számoljuk, az most már biztos, hogy komoly döcös előnyt mutatna, mint hogy az eredményjelző is azt mutat. Kellner előzi meg Szeleckit. Hátulról pedig hiába akarja gyorsan fölhozni a labdát a Fehérvár Sped. A letámadó játékosok között ez nem könnyű, sőt visszatámad a döcös Vas Tibor. Még mindig jó, visszahúzza, és lehajolva véd Szabó. Kellnerik hátra. Szabó pedig Neuer mintájára elindul a támadó kapus felállás megvalósítva, és megtornáztatja kollégáját. Ez ritkán látható, de szép kis jelenet volt. Ott pedig helyzet van, mit hagyott most ki Szelecki, pedig folytathatta volna azt a sorozatát, hogy amikor gólt lő a csapata, akkor ő is betalál.
gyakorlatilag az üres kaput kellett volna eltalálnia. Horváth Zsolt. Doma Horváth Attila ölelésében. Horváth Zsoltot most megelőzték. Szelecki Horváth Attilának. Mint szerencséje. Bobori tessékeli a túloldalon szögletre a labdát. Kétszer is megúszta most az üres kapu előtti helyzetet a döcös. Szelecki, ez viszont szép volt, miként a védés is. Na most azért voltak szépítési lehetőségei Fehérvár Spednek, ez gyenge. Horváth Zsolt. Természetesen volt nagypályás, vagy jelenleg is nagypályán is játszó csapatokról, illetve játékosokról beszélünk, akiknek alapvetően az Alba Liga egy sokadik kiegészítő a egyéb mérkőzéseik mellett, és hát ezek a csapatok most már majd, vagy ha nem is mindig ebben a felállásban, de ezek a játékosok lassan az évvégi hagyományos VBKE Masterplus baráti futballfesztiválra is készülhetnek, hiszen már ismert a program. De december 27-én majd egy öregfiúk tornával kezdődik, ahol a 34 évesnél idősebb játékosok, alkotta csapatok játszanak, és aztán jön a hagyományos torna, ennél ugye nagyobb kapura parketten. Óriási presztízse van az ország egyik legnagyobb múltú évvégi teremtornájának. Sok játékos látunk majd ott is az itteniek közül. Hopp, mi is kaptunk majdnem egy labdát. 5 percnél kevesebb van hátra. És hát arra a tornára még persze várják a jelentkezéseket a szervezők. Külföldi csapatokat is szeretnének ismét meghívni. Ugye idén a Videoton UEFA menetelésének 30. évfordulója is apropót ad, úgyhogy egyfajta gálamérkőzésre is készülnek, és szokásos program is meg lesz kiegészítő tevékenységekkel. Hú, mint ahogy majdnem meg lett a szokásos Bobori gól is, hát ő sem tudja szerintem, hogy ez hogy jött ki. A kapus mely részéről. Boborira is igaz, hogy majdnem minden meccsen gólt lő. Egyelőre ugye 4-4 jár a szezonban, és lehet, hogy azért ma még hozzátesz egyet, legalábbis igyekszik. És visszatérve még egy gondolat erejéig a VBKE Masterplus Foci Fesztiválra, a döntőt majd ismét közvetítjük, ahogy évek óta megszokhatták itt a Fehérvár Televízióban. Tőke, szép mozdulat, Horváth Tamás. És a kapufa majdnem meglett a duplázás Horvátnak. Most azért elmondhatja már a Fehérvár Sped, hogy bár 4-1 tulajdonképpen sima meccset mutat az eredményjelző, akár lehetne szorosabb. Igaz, azért a döcös is kihagyott ezt-azt. Kellner elől a visszafutó tőke tisztás szögletre. Legalábbis egy eseménydús meccset láttunk így. A legkevesebb, ami elmondható róla. Bobori nem talált el igazán jól. Horváth Zsolt előtt ott marad a labda. Orosz. Horváth Tamás gyönyörűen pergette tovább. Szelecki, és nincs meg a gólja. Ellentámadásnál pedig Kellner veszi le a labdát, és adja oda azzal a lendülettel Orosznak. Középen Szelecki, Horváth Tamás. Önző volt kicsit. Bár nem volt rossz a lövés. Szelecki most fejjel, és ez is kimarad. Hát a Fehérvár Sped hagyományos góllövői bőven betalálhattak volna, ugye Orosznak is van már 4 gólja. Ezt ő hagyta ki. Úgyhogy most már lassan azt kell mondjam, hogy csalóka ez a 4-1-es eredmény. Volt közte ugyebár egy öngól is, bár az is tisztára kijátszott figura végén. A második félidő elején a 2 gyors gól eldöntötte a meccset. És hát azóta persze, hogy mennek a csapatok előre, több is a helyzet, az akció. Doma! Onnan is sikerül kihagynia, majdnem, de végül is nem. Így aztán Vas révén megvan az 5. döcös gól. Ő maga is csóválja a fejét, hiszen majdnem mínusz távolságról is ki tudta hagyni. A vége azonban így is gól, 5-1 tehát. És ez már a 49. perc. Szépen elosztják egymás közt. Ezt a gólt most Vas Tibor szerezte, ugye Rehák, Doma, Horváth Zsolt is feliratkozott a góllövők közé, és volt egy öngól.
Bobori. Nem jön be a csel. Horváth Attila. Horváth Zsolt most sem félti a lábát. Az utolsó perc már a mérkőzésen, amely az első fél időben igazán szoros küzdelmet hozott, és a másodikban is megvoltak mind a két kapu előtt a lehetőségek, de a Döcös sokkal és sokkal jobban élt ezekkel, ennek köszönheti összességében magabiztos győzelmét. Hiány érzete talán Boborinak lehet, aki most nem tudott gólt lőni, meg Szeleckinek, aki eddig szintén nem, de most igen. Az 50. percben, akár csak az első fél idő utolsó percében betalál a Fehérvár Sped, ami azt jelenti, hogy 5-2 lesz alig, hanem a végeredmény, és nem szakad meg az a sorozat, hogy ha gólt szerez a sárga mezes csapat, akkor Szelecki ott van a gólszerzők között, ezzel pedig tovább erősíti pozícióját a góllövő listán is, immár 8 gólos a Fehérvár Sped legeredményesebb játékosa. Szépen tette át a hosszú sarokra ezt a labdát. Tőke ugorja még túl az emberét, és még akár közelebb is kerülhet a Fehérvár Sped. Ott az újabb helyzet, hatalmas védés Pandlertől. Pedig azért mennyire máshogy mutatna az 5-3 az eredményjelző, mint mondjuk az 5-1 még nemrég el. A végeredmény azonban a kettő között 5-2 a Döcös javára. Eseménydús meccs volt, sok helyzettel, tulajdonképpen jó kis pályás focival. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, ezt a mérkőzést YouTube csatornánkon is láthatják majd hamarosan. Zsidai Ádám operatőr nevében búcsúzom, és további kellemes estét kívánok. Somogy Zoltánt hallották, viszontlátásra.